Sziasztok, Robin vagyok, és itt vagyok Körröshegyen, és itt láthattok egy első világháborús emlékművet, és mellette egy nagyon szép gótikus templomot, az a neve, hogy Szent Kereszt temploma, úgyhogy meg is nézzük, hogy milyen is. Itt a túloldalon megyek, hogy láthassátok túloldalt. És akkor majd szépen átmegyünk. Akkor most így átmegyünk gyorsan. Nagyon szép kis hely, és ez a templom, ahol most itt vagyunk, ez a 15. században épült. És nézzétek, hogy van egy ilyen szép kis emlékmű. Jézus keresztre feszít. Nagyon szépen meg van csinálva. És itt a bejárat. És itt van. Van egy ilyen szoborszerűség. Lehet, hogy itt most építkeznek. Na és íme. Kicsit a fény az nem annyira. Jó? Szóval így néz ki a templom. Megnézzük messzebbről. Kicsit fúj a szél. Sípbe. Na. Íme. És ott voltunk a ebédelni. Ott muskátli vendéglő. Nagyon kis aranyos, érdemes oda ellátogatni. Olyan nagy adagok vannak ott, és olyan finomak voltak. Kaják. Hű. Még itt, nézzük meg itt a rózsa kertet, ami itt el van helyezve. Hű. Szép rózsák vannak. Kicsit gyomlálni kell, de amúgy... Ó, de jól néznek ki. Az igen. Úgyhogy nem csak a templom szép, hanem itt a templom melletti rózsa. Bukor rész is. Gyönyörűek. Ez a két fehér. Nézzétek. Hogy nagyon szép ez a hely. Hú, ott is van egy szép rózsaszín. Nézzétek csak. Gyönyörűek. Hú, ez egy elég érdekes két színből álló rózsa. Nagyon szép.
Hú, és van még egy. Itt nézzétek csak ezt. Ez. Ilyet még nem láttam. Nagyon szép. Mintázata is. Meg ott az a pirosas. Nagyon szép. Na, úgyhogy ez lenne így a templom előtti rózsakert. És ugye itt parkoló van tulajdonképpen. És itt végig rózsabokrok. Nagyon jól néz ki. Na és ezzel véget ért így a túrázós videó. Jó, nézzétek csak! Ez is egy érdekes rózsa. Milyen érdekes színei vannak. Na. És akkor ez lenne a Szent Kereszt templom. Körös-hegy. Várj csak, még ott van valami. Ott a túloldal, vagy ezen az oldalon. Ilyen sötétebb szobor, azt gyorsan megnézzük. Kapkodom a lábamat. Elég meleg van, már 27-28 foknak nem lehetne mondani olyan nagyon melegnek. De itt van a kereszt. Igen. És itt van a kereszt. Nézzétek! Íme? Bár... nem olyan jó itt a fényviszony, de... hát nem nagyon lehet elolvasni. És akkor itt a harangtorony. Vannak itt bogarak is. Na, úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a sétálós videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!